Optimizmussal a reménytelenségbe a címe annak az előadóesnek, melyet Dörner György érdemes művész lépett fel a Dombóvári Művölődési Ház kis előadó termében. A teltházas előadáson a színész a legnagyobb magyar költők verseiből és prózáiból válogatott, valamint gitárkísérettel népdalokat adott elő. Bejöhetek? Be? Dörner György színészi pályafutását 1972-ben kezdte meg az egyetemi színpadon, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola után az ország legnívósabb színpadain szórakoztatta a nagy érdeműt. 1989-től szabadfoglalkozású színművész, aki nemrégiben Dombóváról lépett fel az Optimizmussal reménytelenségbe című előadó estjével, melyet annak idején még Bubik Istvánnal közösen adott elő. Én Franciaországban voltam egy közös barátunknál, és éppen hívtuk a Bubikot, és beszéltünk telefonon, és én csináltam egy pár CD-t, verses CD-t, és azt hiszem, akkor is épp egy ilyen verses CD készítése közben voltam, és erről is beszéltünk egy pár szót, és akkor mondtam, hogy lehet, hogy ezeket a verseket, amiket a CD-n elmondok, ezekből csinálok egy ilyen élő műsort. És akkor Bubik azt mondta, hogy miért nem csinálunk ketten valamit, nekem is van valami anyagom, és akkor csináljunk. A számtalan szakmai kitüntetéssel elismert színész repertoáriában többek között Arany János, Reményik Sándor, Kölcsei Ferenc, Döbrentei Kornél, Vas Albert és Petőfi Sándor válogatott versei jelevenednek meg. Honduljanak meg a vészharangok! Nekem is egy kötelet kezembe! Reszketek, de nem a félelemtől. Fájdalom és dühangzik szívemben. Fájdalom, mert düledék hazámra új viharnak közelettét látom, és dű. És dű, mert tétlenkedünk, mert nem szabad le szemünkről az álom. Az ember naívan azt gondolná, hogy egy olyan sokat látott színművésznek, amilyen Dörner György is, a csepürágás mára már kevés újat tud mutatni, pedig ez valójában közel sincs így, hisz egy vérbeli színész állandóan valami újra vágik. Minden szerep meglepetés, mert az ember sosem azt akarja játszani, amit már egyszer eljátszott, mindig újat akar, és ez legyen akármilyen szerep, az ember mindig újra vágyik és újra törekszik. Ettől függetlenül Dörner György számára a szó hagyományos értelmében nem létezik álomszerep, hiszen szerinte minden színdarab és eljátszandó karakter más és más, amivel a színész gyakran csak az első próbák alkalmával találkozik. Lehet, hogy az, amit szerep álomnak mondhatnék, lehet, hogy azt a színdarabot még meg sem írták. Aztán az, hogy milyen filmszerep, azt se írták meg, azt biztos, hogy nem írták meg. És volt olyan színdarab, amit nem is ismertem. Olvasópróbán ismertem meg, és olyan fantasztikusan jó volt, ez a Komédiások című színdarab, amit egy angol szerző írt, a Trevor Griffiths, és nem ismertem. De hogyha ha ismertem volna, és ezt akkor megkérdezik, akkor biztos, hogy azt válaszoltam volna, hogy ez a szerep a szerepám. A szebbnél szebb költeményeken és prózákon kívül megzenésített verseket és csángó népdalokat is hozott magával a művész, melyeket egy szál gitár kíséretében adott elő a közönség nem kis örömére. A Vidrócki híres nyája, csörög morog a Mátrába, csörög morog a Mátrába, mert Vidróckit nem találja. Dörner György világéletében lázadó természetű ember hírében át, ami saját bevallása szerint leginkább a viselkedésében és a megjelenésében nyilvánult meg. Én a főiskolai felvételimre is egy ilyen gitárral mentem, egy ilyen ormótlan nagy gitártokba, egy kék festőinkbe és egy fehér klumpába. Szóval azért, és nagyon hosszú hajam volt, hosszabb, mint most. És akkor felvették? Föl. És ahogy mondani szokás, a többi már történelem.
Dörner György befutott és méltán sikeres színész, aki számos színdarabban és filmben bizonyította kivételes jellemábrázoló tehetségét, és aki a mai napig is megőrizte ifjonti szenvedélyét és lázadó természetét. Most idézek, nem tudom kitől, hogy nincs szánalmasabb, mint egy konzervatív fiatal, vagy egy lázadó öreg. Tehát azért ez a kor ezt egy picikét azért megcáfolja, mert bőven van ebben a korban miért lázadni. Legyen az ember akár 120 éves. A színművésszel a dombóvári közönség legközelebb március 21-én találkozhat a Revízor című darabban, amelyet a Művelődési Ház színház termében fognak bemutatni. Addig is optimistán belead a reménytelenségbe. Döbbök rá, ha hülyének néznek, optimistán bele a reménytelenségbe. Be, be.